Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kozmikus üzenetek december 20-ára. Ezek a felvételek, ezek a kozmikus üzenetek nem naponta jelennek meg, hanem akkor, ha látom a napi horoszkópban most van egy érdekes esemény, erről akkor beszámolok, a felvételek egy nappal előtte jelennek meg, így fel tudsz készülni az eseményekre. December 20-áról van szó. Ezen a napon van egy nagyon erős Vénusz energia, hiszen Vénusz az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, Vénusz a mérleg jegyében van. És Vénusz bolygó uralkodik a mérleg jegye felett, tehát itt otthon érzi magát. Ez kihat a szerelemre, ez kihat ránk, hölgyekre. Ezen a napon van egy nagyon erős Mars energia is, hiszen az indiai számítás szerint Mars bolygó a Skorpión jegyében van, és Mars bolygó uralkodik a Skorpión jegye felett. Tehát van egy erős Mars bolygó hatás, hiszen Mars bolygó itt a Skorpión jegyében otthon érzi magát. Mars és Vénusz bolygó között van egy kapcsolat. Mivel ez egy olyan szomszédos jegy, mérleg jegye után jön a Skorpión jegye, ez a kapcsolat úgy hat ki ránk, hölgyekre és a férfiakra, mint jó szomszédoknál. Megvan a közelség, megvan a bizalom, megvan a kapcsolat. Ez előnyösen hat ki a szerelemre, a párkapcsolatra. Uránusz bolygó az szemben áll Vénusz bolygóval. Itt is van egy kapcsolat. Uránusz bolygónál változásokról van szó. Uránusz bolygó az indiai számítás szerint a kos jegyében, tehát a tűz elemében van. Lehet, hogy akarja siettetni a dolgokat. Holott hozzá kell tennem, hogy Uránusz bolygó még visszafele tekint, tehát bizonyos helyzetekben fékezi még az eseményeket. Uránusz bolygó kapcsolatban van Vénusz bolygóval, szemben vannak, ez olyan, mint egy mérleg, és Vénusz bolygó, különösen a mérleg jegyéből hajlamos most arra, hogy mérlegeli a dolgokat. És így viselkedünk mi hölgyek. Kicsit türelmetlenek vagyunk, de nem tudjuk, tegyük-e vagy sem, mert nagyon mérlegeljük a dolgokat. Hasonlóan hat ki a férfiakra is a kapcsolat Uránusz bolygó és Mars bolygó között, mert itt kialakul egy kvinkunksz aspektus. Én ezt úgy szoktam elmagyarázni, ezt a kvinkunksz kapcsolatot, ez olyan, mint egy inga. Képzeld el, hogy van előtted egy inga, és én kérdezem tőled, mondd meg kérlek, hogy melyik irányba fog kimozdulni. És mi akkor a válaszod? A válasz az nem tudom, fogalmam sincs. Lehet, hogy balra, lehet, hogy jobbra, az is lehet, hogy ki sem mozdul. És így érzik ezen a napon a férfiak ezt a kapcsolatot. Vannak tervek, lesz egy új irány, lesz változás, mindez Uránusz bolygó a kos jegyében, megvan ez az ötlet. De hogy hogyan alakulnak a dolgok, akkor a férfiak azt válaszolják erre, nem tudom, fogalmam sincs. És mi hölgyek ugyanebben a dilemmában vagyunk, hiszen Vénusz bolygó és Uránusz szemben van, itt mérlegelni kell a dolgokat, tegyem vagy ne tegyem,
A megoldás az lenne, ha mi hölgyek keresnénk a kapcsolatot a férfiakkal, vagy fordítva, ez a férfi keresni a kapcsolatot veled, és akkor közösen lehet dönteni, különösen, ha változásokról van szó. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, ezek lehetnek változások a családon belül, vagy változik a hozzáállás, a párkapcsolat, és ez jót tenne most ezen a napon, december 20-án, ha meghallgatnánk a másik véleményét, vagy hozzáfűznénk valamit, ha lenne beszélgetés, egy okos döntés közösen. Itt van a megoldás. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!